Sziasztok! Én Echte vagyok, és íme a Discworld 7. epizódja. Nos, hol is tartottunk? Ugye hőssé kell válnunk, ahhoz néhány cuccra szükség van, amiből már meg is szereztünk. Például egy ilyen tetoválást, de csak ilyen lemoshatós. Ideiglenest persze, az igazit nem mert terinszfint bevállalni, van bajszunk is. Illetve van egy kardunk, viszont ez még nincsen felhangolva rendesen. Még nem használható, de hát most éppen azon vagyunk, ugyanis a pincéből majd szereznünk kell bodzabort, hogy elvigyük a törpnek, és akkor ő talán behangolja jól ezt a kardot. Na, de először, ha már a kocsmában vagyunk, kérjünk piát. No, not particularly. Why? Just wondering. What is there to drink? Well, it's all a matter of suiting the clientele, friend. What do you think the sort of person who frequently frequents this bar would like to have for his drinkies? What'll it be? Is this one of those tough, brutal bars? Yeah, not through actual planning, mind. I mean, it just sort of develops. Then I'll have the usual. A glass of gin served at room temperature with a human air in it, please. Ah, yeah. I've just checked and we're all out of gin. Whiskey? No. Rice wine? Pernod? Absinthe? Scumble? No. Old barrel bender stout? I think it's off, sir. Off? How can stout go off? It kills bacteria. You can clean privies with it. Well, it's more sort of settled, sir. All the black colouring sort of swimming round the bottom. Same thing's happened to the elderberry wine. Well, I say the same thing, but it's more like lumpy. It's probably all right, though. Nah, thank you. So what have you got that hasn't got lumps in it? Oh, tons of stuff. Incidentally, sir, I don't know if you've noticed that rather impromptu pun there. Rather good, I thought. It could have meant tons, T-U-N-S, type of barrel, or tons, T-O-N-S, in its colloquial usage meaning lots. Yeah. Very, very good, yeah. So, you got lots then? Well, no, not really. So, is there anything here to drink today? Well, yes, sir. It is a bar. I mean, not much use having a bar if there's no actual beer being served here. Today, we have beer actually on tap. That doesn't smell like beer. That smells like Zinemouth's Lacantar splenetic emollient. Well, I mean, it's very similar to beer, sir. Similar? It's one of the most deadly prescription medicines ever devised by man. How can it possibly be similar? Well, it is a liquid, sir. Well, I'm not touching it. I'll just have a glass of water, please. What? As in water taken from the River Ank? You're braver than I thought. I see your point. Well, give us a Zinemouth Lacantar splenetic emollient then, please. Na jó van. Megittuk ezt a löttyöt, vegyük fel a korsót. Ugyanis azért volt ez az egész diskurzus, hogy megszerezzük a korsót, miután meg kiittuk ezt a legnagyon durva gyógyszert, ami semmiben sem hasonlít a sörre, maximum annyiban, hogy folyékony. Most már elmehetünk a pincébe, borpincébe. És hát igen, a mumus itt van, elüldözte a rókákat innen a pincéből. Keressük meg, hogy melyik a bodzaboros hordó. Bearhugger's Whiskey, 20% proof. Ez nem az. Elderberry Wine. Best used before 3:30 p.m. Ez az, meg van ez a hordó a bodzabor, úgyhogy megtölthetjük a frissen szerzett korsónkat. Úgyni, most már megvan a bodzaborunk a törpnek, de mielőtt elmennénk, itt van ez a braggart, ez a szájhős, őt is kezelésbe kell vennünk, aki fontos információkkal tud szolgálni, viszont általában kamuzik. De hát ugye van nekünk, mássuk csak, itt van ez a Truth Potion, ez az igazmondó szérum. Ezt kéne neki valahogy beadni, de előtte tegyük meg az előkészületeket. Lássuk csak, van nálunk ugye ez a dínyertes bárányról készült fotó, ezt kattintsuk rá a polip képre, hogy azt bekeretezzük. Így sikerült, most már ez van keretben. Van nekünk ugye, hát ha megtalálom, szögünk, igen, itt van. És itt van ez a beam, itt az oszlopon van hozzá egy hely.
Egy kalapácsunk is van, úgyhogy azt Rincewind oda felszögeli. Azt a szöget. Nem. És így meg kitehetjük rá a képet. Úgyni. Most pedig akkor beszélgessünk a szájhőssel. Hello? Hello? Oh yes. That's it, is it? That's the way you greet the greatest hero of our age? The one, the only, the invincible? You what? I'm important, me. I can't just go around answering any old greeting, you know. Well, how would you prefer I greet you then? Well, shoving a pint in me hand would be nice. I'm Flea Bart the Incredible. Greatest thief in the multiverse. I've survived everything. I fought the ant god of quacks and he doesn't even exist. And I survived the valley of the scantily clad, amazingly well hairstyled Amazon women. I've even escaped from the temple of Ophla, from which no other man has returned in fewer than three pieces. I don't believe a word of this. Huh? Huh? You dare to doubt the greatest hero of our age? I'm known all up and down the river, I am. The river? Yeah. The River Ankh? Isn't that a little dangerous? You have to watch out for all the goiters and the yours. Yours? What's yours? Mine's another pint, thanks. Then there was the time I blah, boast blah, blah. Barkeep, a drink. Na, sikerült akkor, szereztünk... Várjunk csak, korsó. Hát gondolom, ez megint az a gyógyszer. No, ezen használjuk akkor az igaz, az igazmondó szérumot. Így, né. És ezt ugye adjuk oda a szájhősnek. Egad, look! A picture of the Gold Cup winning rooster at the Platian Animal Crooning Competition. Nem is hülye. May I draw your attention to the picture of the award winning pig from the Ankh Morpork Pork Butchers Guild Ball? Yes, that certainly is something. But what about that picture of the Special Merit Medallion winning cockatrice from the Wildlife Preservation Society's award ceremony for recently extinct species? És most jön a mi képünk. None, however, can quite to my mind match the magnificence of that blue ribbon winning sheep from the Followers of Ophla Sacrificial Lamb Competition. Yeah, that was the one. Right, drink up. Ha! Got you at last. Got me? How? But there's nothing I can tell you. It's all lies. I'm a weasel. Nothing but a weasel. A snivelling, no good, lying little wee. Yeah, now look. So, just long and brown and lying with words and stuff. Now look, you. Tell me about the Temple of Ophla. It's in the jungle, over a gorge. Any map will show you. Megjelent egy új helyszín. Ophler temploma. Erre ezért volt szükség, ugye? Hogy még legyen ez a kép, mert ha nincs ott, akkor ugye kifogy Rincewind a képekbe, és nem tudja újra kicserélni a korsót. De így most már megtudtuk az információt, amire szükségünk van. Jó. Szuper, akkor mehetünk a bányába, a törphöz. Na, most nincs minél rubberbe, talán nincs szükség. Most átrakom a bort Rincewindhez. Jó, és akkor gyerünk ki, ugye, Ankh Morpork-ból. Gyerünk a bányába. Megvárjuk Podgyászt!
ugye mit érzünk, hogyha a csomagunk örökre elvész, podgyászt. Bocsánat. Na, hol vagy? Ja, hogy itt van. Na, minden végül is nálunk van, úgyhogy tök mindegy. Most ugye eszembe jutott. Na, akkor adjuk oda. Úgyni. És akkor mehet neki a kard. Excuse me, sir? Yes? What is it? We haven't got all day. We dwarf and swordsmiths lead a busy life. Well, would you tune up this sword for me? Úgyni, meg is van a behangolt kardunk. Szuper! Na, akkor... Hát akkor menjünk el arra az új helyszínre, ha már itt kint vagyunk a városból, és tudjuk, hol van Offler temploma. A szájhőstől. Tic-tic, mielőtt oda megyünk, mentek egyet, ugyanis előfordult már valamiért nálam, hogy Gorge, hogy kifagyott annál a résznél, úgyhogy a biztonság kedvéért, lehet, hogy most nem fog, ja erre, de a biztonság kedvéért már előfordult itt, tehát így gyerünk ide a Gorge-hoz. És itt vagyunk. Ám itt áll ugye a szerzetes, aki eléggé be van pöccenve ránk. Ugye jó, megszivattuk. Plusz ugye az egyik isten is mondta, hogy a szerzetessel meg kell majd mérkőznünk. De hát, ha most itt elkezdenénk átmenni, vagy vele beszélgetni, akkor úgy tudom, hogy ledob minket innen a hídról. Úgyhogy szivassuk meg. A szőnyeggel, kattintsunk a szerzetesre a szőnyeggel. Off! Get off! No! No! Respect! Respect! I talk to your god! Respect, I say! Igen, a krokodilisten volt az, aki ránk ült. És a krokodilok úgy tűnik, hogy behabzsolták szegény, nem olyan szegény szerzetest. Jó, mehetünk. Be a templomba. No. Hát itt, mint láthatjuk, ide kéne jönnünk az oltárhoz, de hát itt elég sok csapda leselkedik ránk. Úgyhogy vegyük fel először ezt a szemkötőt. Igen. Azt mondja, hogy mi van itt még? Temple Restoration Gouge. No, itt úgy tudunk átmenni, hogy hát nem véletlen van itt ez a be kell kötni a szemünket, és úgy tudunk majd átnavigálni, de ugye szükség van a podgyászra is. Most azt nézem, hogy van-e nálunk valami póráz. Hát, hogy a izékkel. That doesn't work. Nem. Nem a rubber belt. Így ezt a blindfoldot, ezt magunkra kell használni. Ja, itt van, de hülye vagyok, jó van, csak a szememet nyomja ki. A pórázt azt rákötjük a podgyászra, úgyni. És a szem fedőt meg magunkra.
és akkor így mehetünk. Hogy hát ugye a vakszerencse kell hozzá, hogy átjussunk a csapdákon. Jó, itt van ez a kis szütyő Rincewindnél, itt pedig van homok, tegyünk bele homokot. És akkor folyamodjunk természetesen egy kalandjátékokból szinte kötelező, vagy van kötelező Indiana Jones-os megoldást. Itt az Offler szemét próbáljuk meg kicserélni a homokkal teli szütyőre. Of course. Of course. Na, köszönjük szépen. Megvan tehát Offler szeme is. Szuper. Akkor már csak az egyetemre kell mennünk. Na jó van, most úgy látom, hogy nem fagyott itt ki a játék, de azért a biztonság kedvéért. Nem baj, ha időnként mentünk azért. Oké, és gyerünk vissza a városba, irány az egyetem. Irány a könyvtár. Nem, könyvtár, bocsánat. Menjünk ide a képernyő jobb szélére. És elvileg itt van egy könyv, pillanatra felbukkant, valahol erre, na. Hát esküszöm, itt volt. Na, Magic Book, ez az. Itt van ez a Magic Book, ezt vegyük fel. I'll just take a look. Good grief! I've been read by a book. Sturcus, Sturcus Mortuus. No, I won't say it. I won't, at least not until I need to. Úgy Nick javasolt minket a könyv, de ez volt az utolsó, amire szükségünk volt. A hőssé váláshoz, tehát megvan Offler szeme, a kard, a tetoválás, a bajusz. Így hát. What are you lot jöhet doing majd it? A párbaj. Us? Nothing. Itt van mindenki a játékból. You're all here waiting for something. Programs, get your souvenir programs. Only one penny each and I'm cutting my own throat. What's that lady doing lashed to that rock? Reserved seating. I thought you said nothing was going on. Well, it isn't, but if anything does happen, then she's got a front row seat. Help! She said help. No, she didn't. She said whelp. She's calling for puppies. Give me one of those damn programs. Opening act, grand fanfare and dancing girls. The amazing Bendable sisters will perform amusing novelty acts. Should be worth seeing. Followed by Lady Ramkin will be offered as a sacrifice to appease the mighty dragon. Main attraction, hero roast. Sausage sizzle to follow, if wet, in the town hall. Help! Don't worry. We're pretty certain a hero's going to turn up. Where?
men, are you sure? Oh, there's no stopping the buggers. That's what we're here for. And if it doesn't work out, there's always the sausages. Well, now that dragon can meet its doom at last. Little did it expect that it would meet up with a true hero. Who? A hero? Who? Me. So you found all the bits you need then? Yes, now I finally have the power. I'm a hero at last. I still say it's going to be 1,000,000 to 1 against you killing it. Never! What can a dragon possibly have to match my wits, my cunning, my majestic pointy hat? Why, the creature's nothing but a lizard with big ideas. Just a scaly, bloated, cowardly... Ahem. It was him. I said I'd leave you until last. Go for it, lad. Hit it in the vulnerables. Shush! Look, Mr. Dragon, why don't we just come to some sort of agreement? I mean, I am a hero. Heroes win, well-known fact. On the other hand, in a sensible universe, the actual chances of my harming you are about... 1,000,000 to 1? Yes, that's it. So, in the interests of promoting mutually beneficial relations, why don't you push off and bother another city? Thank you very much. No hard feelings. Case dismissed. You feel this is the best course of action for the overall promotion of positive experience, which is to say, enjoyment and well-being? Exactly. Because if the day ends with one of us dead, then the negative experience of the loser will cancel out the positive experience of the victor? Yes, yes, that's it exactly. Yes? I think I'm going to eat you anyway. Why? Was it something I said? No. It's just that I hate philosophers. Sorry. Well, in that case, take this. Stercus Morturus Sun. Stercus Morturus Sun. Stercus Morturus Sun. Missed me by that much. Hey! Now, how did he survive that? Well, that was one chance in 1,000,000. Right, right, that's it. I've had enough of you. What happened to the philosophy? I'll give you something to think about. I'll be here. I'll be back. That wasn't a bad line. Negyedik felvonás. Na, közben igazán, hogy korom is kellett hozzá, ugyanis azt kente az arcára a hős léthez. Hú, a kis közjáték után sikerült kivédenünk a sárkány támadását, de ahhoz, hogy legyőzhessük, szükségünk van egy fegyverre. Sárkány ellen, hát ugye mi hat, a süsüszben a sárkány fű, de most nem a süsüben vagyunk, a Discordben. Úgyhogy a sárkány ellen én azt gondolom, hogy sárkányra lenne szükség, de hát hol találunk sárkányt? Hol találunk sárkányt? Talán a Lady Remkin sárkánymen helyén? Talán? Hát persze, hogy ott. Gyerünk oda. Ott ugye voltak ilyen kis sárkányok. Opa! Ho-ho-ho-ho! De még mielőtt idejövünk, hiszen Lady Remkin híres arról, hogy bezárja a sárkány ketrecet. Úgyhogy először jöjjünk ide, ne féljünk a sárkánytól. Hagyja, hogy szerezzünk fegyvert magunknak. No. Itt van Lady Remkin, és itt van a kulcsa. Ezt vegyük el tőle.
ahogy ni. És akkor most mehetünk a sárkányokhoz a menhelyre. Ide hátra. Itt is vagyunk. Nyissuk ki. Na, ne, ne. Az istenedet, hát. Nem tudom felülírni. Hát így mellé, de mindegy. Azért kinyitotta úgyis, hogy nem a kulcsukba rakta az ajtót. Baj. Na, szóval bejöhetünk, és itt keressük meg a sárkányok között, nem is nagyon lehet, Dragon itt mutatja. Jó, van belépett a sárkány trutyiba, vagy mi ez? Szóval itt mutatja, hogy Dragon. Oppá, itt viszont a nevet ír ki, Mambo, Mambóra lesz szükségünk. Őt kell fölvennünk. És már fegyverként tartja. Elrakhatjuk, hát Mambo még nem egészen működik, M16-os kell belőle faragni, szóval be kéne fűteni, kell hozzá muníció is. Két helyen lehet Mambót egy kicsit feltüzelni, feltuningolni. Közben mehetünk innen. Az egyik hely, mind a kettő a városon kívül van egyébként, úgyhogy irány kifelé. Na figyeltek, hogy már nincsenek itt az őrök. Szóval az egyik a bányában, ismét vissza a törpökhöz. Ugye ott van az a kohó, kemence, amit a kovács használ. Ugye most üres minden, mindenki a téren van. Na, podgyász, itt mindig valahogy. Na, ez az. Csak sikerült ide találnod. Nem Rincewind. És akkor használjuk a sárkánykát. Na, ez kevésnek bizonyult, de valamennyire jó volt, ugye itt már nincs is tovább több izzó szén. Gyerünk a másik helyszínre, csak úgy talán már jó lesz. A másik helyszín pedig a sötét erdő irányán Neni Og... Ognének unyuhója. Szemgúvados békával. Itt van az ő üstje, ez a másik terep, ahol felturbozhatjuk az M16-osunkat. Na, az is eltűnt. Meg az egész üstöt beletömtük. De úgy látszik, még mindig nem áll készen. Now this is a real weapon. All it needs is some ammunition. Most már csak igen, munícióra van szüksége, az pedig következőképpen tehetjük. Ugye van nekünk itt tűzijátékunk és van gyufánk. Gyújtsuk meg. That doesn't work. Jó, akkor vegyünk egy tűzijátékot, és azt gyújtsuk meg. Már ég is, és ezt tegyük az M16-osunkba. Ez az. Készen áll a fegyverünk.
harcra. Ezt most be is rakom ide Rinszinthez. És akkor irány, íme a tér! Not you again. Can't you leave a monster in peace to eat? Aha! Hasta la mister! Eat hot smoking death, reptilian trash! Is that a swamp dragon in your hands? Or are you just pleased to see me? This is an M16, the world's most powerful swamp dragon. It can blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well... Piszkos Harry! Jó, most pedig használjuk a sodónkat a sárkányon. Így. Ugye a szerelmi bájt a bájsodó? My. Oh, so that's why it doesn't have any vulnerables. It's a girl. A female? On heat, too. They always get stroppy when they're feeling a little, you know, overheated. Good grief! By Mothra's hand warmers! This clicky is going to make me a fortune. It's hardly suitable for public viewing. Well, you go up there and tell them. Anyway, it has artistic integrity. He's got an interesting seductive technique. Lots of energy, anyway. Pub anyone? Why not? Sorry. The horse threw a shoe. I had to see about a shipwreck. My side went blunt. Oh, there was a terrible earthquake. The map got lost. My robe didn't come back from the cleavings. There was a sudden plague. It's not my fault! Oh, bugger. Na, hát ez volt a Discord, mint láthattuk, a szerelmi báj, sodó megtette hatását, és hát reméljük, az nem egy kis sárkány volt, csak egy kis növési sárkány, egy mocsár sárkány, és hát ugye itt a fő sárkányunk pedigről kiderült, hogy nőstény, nekem egyébként a hangi alapján abszolút nősténynek is tűnt az elejétől fogva, na mindegy, és akkor így lett vége, sikerült megmenteni Angmorporkot a sárkánytól, a halál pedig elkésett. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, a Discord, remélem tetszett ez a játék, ami most itt éppen újraindul. Nem sokára jövök egy új kalandjátékkal, olvassatok sok Terry Pratchett könyvet, mert zseniálisak szerintem, érdemes mindenféleképpen tenni egy próbát a korongvilág regényekkel, és kicsit jobban megismeritek a világot, nem kicsit, hanem jól megismeritek a világot, és lehet, hogy utána még vezetesebb lesz majd játszani ezzel a szerintem egyébként remek feldolgozással, szuper szinkronhangokkal, jó humorral, és szép kézzel festett hátterekkel. Jó, át akkor nem is szaporítom tovább a szót, nem sokára visszatérek egy új játékkal, addig is játszhatok Discordot is, nézzetek meg a többi videót is a csatornán, Mutiba készült videókat, Gocsi videóit, megéri, jövünk nem sokára egy új sorozattal, addig pedig sziasztok!